Kiváló termés. Az ország más területeivel ellentétben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jó az idei búza minősége. Újabb munkálatok, folytatódik az öreg túr rehabilitációja. A folyó felső szakaszának vízszintemelését és vízháztartásának javítását végzik el, valamint szabályzó zsilipeket építenek és újítanak fel. Megújul a műemlék. A bontási munkálatok befejezése után az építkezések is megkezdődtek a Kállai Kúria rekonstrukciós programban Kállóseményben. Az ország más területeivel ellentétben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jó az idei búza minősége. A szakemberek szerint ez a kedvező időjárásnak köszönhető. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A térségben a 28 000 hektáros terület háromnegyed részét már learatták. A termés átlag 4,5 tonna, ami szintén jónak mondható. A megyei agrárkamara elnöke szerint az átlagon felüli minőség kedvező hatással lehet a gabonaárakra. Jól halad az idei aratás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az árpa betakarítása már befejeződött, és az őszi búza aratása is a végéhez közeledik. Az átlag termés jobb a közepesnél, ami a szakemberek szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhető. A megyei agrárkamara elnöke azt is elmondta, hogy az idei búza minősége kimagaslóan jó. Olyan sikertartalmakat mérnek, hogy azt hiszik, hogy a műszer nem jó, úgyhogy már lassan viccelődve azt mondják, hogy annyira jó, hogy kenyérnek se lesz jó. Ez csak egy kis vicc a történetbe. Nagyon jó a minőség a mennyiséggel. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi átlag környékére fogunk kerülni, ugyanis a búzából is inkább a homokos területek vannak learatva, és ez a 45 mázsás átlag szerintem a 47-48-at el fog érni az idén is. Ezt a területet Ópályi határában már learatták, jelenleg báláznak. A tulajdonos szerint az elmúlt időszak csapadék hiánya is segített abban, hogy a betakarított termés idén ne csak jó, valamennyivel több is legyen az előző éves átlagokhoz képest. Az idei búza terméssel meg vagyunk elégedve. Persze ehhez kellett a talajelőkészítés, fémzárolt vetőmag és szárbaszökkenéskor gombával megszórtuk. Persze természetesen cinkes lomtrágyával, és virágzáskor szintén megszórtuk gombával, és szintén kapott lomtrágyát. Hát a termés átlagunk a buzánál elérte az 55-60 mázsát a fekete földbe. A megyei agrárkamara elnöke szerint a búza kiváló minősége hatással lehet majd a felvásárlási árakra. A gazdák akár magasabb árat is kaphatnak a terményeikért. 4400 forint, 4600 forint körül van most az első osztályú malmi búza ára, a másodosztályú 4400 és 4200, harmadosztályú, amit takarmány minőségnek mondunk, és a titikálénak is 4200 körül van az ára. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy az aratást követően az alma betakarítása adja majd a legtöbb munkát a megye gazdálkodóinak. A tavalyi rekord termésnek mindössze felével számolnak az idén, így elképzelhető, hogy magasabb áron tudják majd a termést értékesíteni. Három év után folytatódik az öreg túr rehabilitációja. A fejlesztés második üteme közel 270 millió forint összköltségű, 85%-át a norvég alap támogatja, hangzott el a program nyitó rendezvényén Nagyarban. 2016 áprilisáig a túr felső szakaszának vízszint emelését és vízháztartásának javítását végzik el, valamint szabályzó zsilipeket építenek és újítanak fel. Három éve zárult le az öreg túr rehabilitációjának első üteme. A program belvízvédelmi, vízgazdálkodási, illetve eszmei esztétikai értékekkel is bírt, hiszen korábban szélsőségesen osztott meg a folyó átlagos vízhozama. Például a nyári vízhiányos időszakban az ottani elavult rendszer nem volt képes javítani az öreg túr vízháztartásán, valamint nem volt képes kielégíteni az ökológiai és turisztikai igényeket sem. A rendszer fejlesztésével többek között műtárgyalásokat,
tárgy és meder rekonstrukciókkal azonban javítottak a vízfolyás adottságain, a rehabilitációt 3 év után tovább folytatják a második ütemben. Itt is hasonló gondolatok születtek meg a kettes ütemben, hiszen itt az öreg tónak a felső szakaszával foglalkozunk, pont azon szakasszal, ami akár belvizek idején, de a kisvizek idején is nagyon hamar leürül. Ez a felső szakasz, így itt is hasonló módon a vizeknek a visszatartása lenne az elsődleges cél, és hát bekapcsolni azokat a holtágakat az öreg túrmenti, eddig a vízellátásban nem részesülő holtágakat szintén a vízellátásba. Itt például a Kölcsei túrág, egy 8,2 km hosszú túrág fog részesülni megfelelő vízellátásban, így ott is a vízi élettér normálisan ki fog tudni alakulni. A program a norvég alaptámogatásával valósul meg, mondta a norvég nagykövetség tanácsosa a nyitó rendezvényen. Katrin Steinfeld kiemelte, az egyik legtámogatottabb programjuk az alkalmazkodás a klímaváltozáshoz címet kapta. Ennek keretében támogatják az öreg túr rehabilitációját is. A települések, a helyi önkormányzatok általában az élvonalban állnak, amikor az éghajlatváltozásokhoz kell alkalmazkodni, mivel hogy csak helyi szinten helyi intézkedésekkel lehet megelőzni, vagy a káros hatásokat enyhíteni, illetve a pozitív hatásokat is erősíteni. Úgyhogy ezért kiemelt prioritás a számunkra, hogy itt lehetünk az öregtúri folyónál is, mivel hogy a folyók és a patakok többek között nagyon fontos szerepet játszanak ugye a belvíz kezelésében, és ezeket óvni, illetve erősíteni a természetes szerepüket az éghajlatváltozás sok alkalmazkodásához kiemelt prioritás a számunkra. A rehabilitáció második ütemében a túr felső szakaszának vízszintemelését és vízháztartásának javítását végzik el, valamint zsilipeket építenek és újítanak majd. Ez a térségben élőknek a legfontosabb, mondta Tilki Attila országgyűlési képviselő. Oda kell figyelni arra, hogy a ökológiai változások következtében nehogy kiszáradjon, meglegyen a vízutánpótlás, és ezért a vízügy norvég alapban beadott pályázata nem csak a vízügy számára, mint szakma számára fontos, hanem az itt élő emberek számára is. A program munkálatai hamarosan elkezdődnek, és jövő év április végére fejeződnek majd be. Hátba szúrta a vállófélben lévő feleségét egy férfi záhonyban. Az asszony az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint súlyos sérülést szenvedett. A helyszínről mentőhelikopterrel szállították kórházba. A záhonyi rendőrök a férfit a helyszínen elfogták és a rendőrkapitányságra előállították. Kihallgatása után bűnügyi őrizetbe vették. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak nyomozást a rendőrök két nyíregyházi lakos ellen. A nyomozók az egyik férfinél igazoltatás közben találtak 39,6 g zöld növényi törmeléket. A rendőrök a férfit előállították és gyanúsítottként kihallgatták. Ugyanezen a napon tartottak az élet- és ifjúságvédelmi alosztály nyomozói két nyíregyházi helyszínen házkutatást, ahol összesen 116,1 g kábítószer gyanús anyagot foglaltak le. A rendelkezésre álló adatok alapján az egyik ház lakója árulta is a tiltott szereket. Ezt igazolja a házban talált és lefoglalt digitális mérleg, nagyobb mennyiségű készpénz, több mint 200 darab önzáró tasak és egy kézzel írt feljegyzés, amelyre nevek és összegek voltak felírva. A rendőrök a házban lakó férfit bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását. A bontási munkálatok befejezése után az építkezések is megkezdődtek. A közel 1,2 milliárd forintos pályázati összeget elnyert Kállai Kúria rekonstrukciós programban Kállóseményben. A májusban induló beruházás szeptemberben készülhet el. A felújítás során az 1920-as éveknek megfelelő állapotba állítják vissza a műemléki védettségű kúriát. A kállaiak a 14. században telepedtek le Kállósemjénben, a család később itt építette ki birtok központját. A Kállai Kúria szomszédságában található Wolkenstein kastély a II. Világháború idején megrongálódott, 1964-ben helyreállították, évtizedekig magtárnak használták, míg a kúria épülete 1994-ig diák otthonként működött. A legnagyobb beruházásunk a Kállai Kúria rekonstrukciója. Ez a beruházás kitölti az egész évünket. Ennek a beruházásnak a kellős közepén vagyunk.
most már megkezdődtek a nem csak a rombolások, hanem az építések is. Előreláthatólag szeptemberre készül el a kúria beruházásunk. Az épületet műemlékvédelmi elvek szerint állítják helyre, helyet kap benne a Kállai család történetét bemutató kiállítóterem, egy nosztalgia kávéház, játszószoba és egy rendezvényterem is. Május 6-án, úgy emlékszem, akkor tettük le az időkapszulát. Ezzel a pillanattal kezdődött meg hivatalosan a kúriának a építési beruházás, vagy az építési szakasza. Szeptember 15-éig áll rendelkezésre idő arra vonatkozóan, hogy a kivitelező befejezze ezt a beruházást. Mindösszességében az építés, illetve az eszközbeszerzések vonatkozásában, tehát mindenestől együtt 1.151.000.000 forintos támogatást nyert erre az önkormányzat. Kállósemjén a későbbi arculatát alakítja ki a beruházással, mivel a településen az egyik legjelentősebb bevételforrás a szolgáltatás és az idegenforgalom. A felújítás nem csak az értékmentést szolgálja, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy a község bekapcsolódjon a térség turisztikai vérkeringésébe. A következő 20 évben a hazai internet jövőjét határozhatja meg az a konzultáció, amihez a szükséges kérdőívet minden 14 éven felüli kitöltheti az interneten, hangsúlyozta a nyíregyházi tájékoztatóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fidelitas elnöke. Petneházi Dávid szerint három fő célt kell elérni az internet biztonságos és hatékony használata érdekében. Az első az, hogy a felsőoktatási intézményekben minél gyorsabban elérhető legyen a világháló a tananyagok elsajátításához. A második pont az az ingyenes wifi, amely úgy látjuk, hogy nagyon fontos a mai társadalom számára. Ez nem csak a különböző oktatási, felsőoktatási intézményekre vonatkozik, hanem azokra a városi, illetve kisebb települési terekre, ahol a fiatalok találkoznak, illetve gyülekeznek. Úgy látjuk, hogy ez egy fontos összetartó és húzóerő a mai fiatalok számára. A harmadik pedig az internet árával kapcsolatos. Úgy gondoljuk, hogy ha erre társadalmi igény van, akkor áfát lehetséges csökkenteni ennél a internetnél, és hogyha sikerül az áfát csökkenteni, akkor sikerül olcsóbb internetet adni mindenki számára, és úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb. Több mint 4000-en regisztráltak idén a Nébih turista állami horgászjegy rendszerébe, és mintegy 2700-an ki is váltották a 90 napra érvényes engedélyt. Az online rendszerről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Egyszerre két fókamama is a vendégek előtt hozta világra csemetéjét a nyíregyházi állatparkban. Sajnos az egyik kisfóka nem bizonyult életképesnek, viszont Böbe, akinek már 4 évvel ezelőtt is született kisfókája, egészséges utódnak adott életet. 3 játékossal bővült a Marsó Nyíregyháza játékos kerete. Az élvonalbeli kosárlabda csapathoz visszatér a legutóbb Zalaegerszeget erősítő Lekli József, és az elmúlt szezonban Szombathelyen szereplő Bus Iván, Fazekas Csaba pedig az utánpótlás együttestől került a felnőttekhez. Több mint 4000-en regisztráltak idén a Nébih turista állami horgászjegy rendszerébe online, és mintegy 2700-an ki is váltották a 90 napra érvényes engedélyt. A felhasználók egy alapvető horgász ismeretekből álló teszt sikeres kitöltése után, majd bankkártyás fizetést követően 1-2 percen belül megkapják e-mailben a kért időpontra kiállított turista horgászjegyet és a fogási naplót. A 90 napig érvényes jegy ideális választás turistáknak, hobbipecásoknak vagy azoknak, akik csak most ismerkednek a sportággal. Az online rendszer 3 nyelven, a magyar mellett angolul és németül is elérhető. Bárki, aki egyébként még nem rendelkezik horgászvizsgával, egy nagyon egyszerű számonkérés után rendelkezésre bocsátható neki egy ilyen engedély. Ezzel az engedéllyel, tehát a turista állami horgászjeggyel területi engedélyváltásához folyamodhat. Itt meg van szabva viszont, hogy mivel horgászhat, ez egy horgászkészségre vonatkozik, amelyiken 3 hurok lehet, ezek is maximum 3 élen lehetnek felszerelve. Ennek az a lényege, hogy aki még csak megpróbálni akarja, hogy milyen a horgászat, annak ne kelljen ezt a torturát végigjárni, hogy igazi horgásszá váljon. A Nébih honlapján lehet regisztrálni egy teszt
sikeres kitöltése után pedig bankkártyás fizetéssel megvásárolható az engedély. A rendszer újdonsága, hogy a horgászokat üzenetben értesíti a jegy érvényességének kezdetén, az utolsó napon pedig figyelmeztet annak lejártáról. Esnek ki emberek, és jönnek helyette mások. Most viszont már meggondolják, hogy egy általuk feleslegesnek vélt tagdíjat kifizessenek, erre nincsen szükség, hiszen az egyesületi tagság a turista állami horgászjegyhez már nem kötelező. Ez nálunk például az egyesületünknél érződik is, nagyjából ez azt jelenti, hogy körülbelül 9-11% körül van a létszám csökkenés. A turista horgászjegy szabályai annyiban különböznek a hagyományos engedélytől, hogy ezzel csak egy bottal pecázhat a horgász. Egyszerre két fókamama is a vendégek előtt hozta világra csemetéjét a nyíregyházi állatparkban. Sajnos az egyik kisfóka nem bizonyult életképesnek, viszont Böbe, akinek már 4 évvel ezelőtt is született kisfókája, egészséges utódnak adott életet. A fóka mama 10,5 hónapnyi vemhesség után hozta világra a kicsit. A 8 kg-os, 60 cm hosszú borjú jól van. Az anyával és a 4 éves testvérével él közös medencében. A kicsit az első 6 hétben szoptatni fogja az anyja, és mivel a tehéntejnél 12-13-szor zsírosabb tejjel fog táplálkozni, a szoptatási időszak végére a bébifóka súlya duplájára nő, miközben a hossza nem változik. Igazi szenzáció történt itt a nyíregyházi állatparkban, hiszen egy nap eltéréssel 2 borjúfóka bébi látott itt napvilágot. Az egyik sajnos életképtelen volt, de a másik az igazi életerős kis lény, és itt úszkál már a mamájával. Nem ez az első eset, hogy Magyarországon borjúfóka szülessen, hiszen 4 évvel ezelőtt született meg az ország első fóka bébije, Baracka, ki itt úszik most a kis csöpséggel is, mint nagy tesó, és különlegesség még az, hogy tulajdonképpen 4 év korkülönbség van köztük, hiszen csupán pár nap különbséggel látott napvilágot az apróság, mint 4 évvel ezelőtt Barack. A kis borjúfóka, ha elfárad, a víz alatt alszik néhány pillanatot, majd folytatja az úszkálást és a felfedezést. A kisállat nevére a látogatóktól várják a javaslatokat. A világra jövetelről az állatpark honlapján láthatnak felvételeket az érdeklődők. Három játékossal bővült a Marsó Nyíregyháza játékos kerete. Az élvonalbeli kosárlabda csapathoz visszatér a legutóbb Zalaegerszeget erősítő Lekli József, és az elmúlt szezonban Szombathelyen szereplő Bús Iván, Fazekas Csaba pedig az utánpótlás együttestől került a felnőttekhez. Október elején rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1-ben, így a felkészülést a jövő hónap elején kezdik el a csapatok. Addigra mindenütt igyekeznek kialakítani a játékos keretet, nincs ez másként Nyíregyházán sem. A legutóbbi szezonban szereplő játékosok közül Szavics, Nagy, Lajsz, Molnár és Kósa marad a csapatnál, hozzájuk csatlakozik majd a Nyíregyházáról 4 évvel ezelőtt távozó Lekli József, aki azóta 1 évet Kaposváron és Székesfehérváron, 2 pedig Zalaegerszegen töltött. Mióta elment Nyíregyházáról, azóta is kiegyensúlyozott és jó teljesítményt nyújt. Úgy gondolom, hogy az a harcosság, az a lelkesedés, amit ő képvisel a pályán, hiányzott a csapatunkból az elmúlt időszakban. Szeretném, hogyha lepattanóban megerősödnénk, és ezt mindenféleképpen tőle várom majd. Bús Iván tagja volt a 2011-ben bajnoki címet szerző junior csapatnak, majd az elmúlt években a Paks, a Sopron és a Szombathely együttesében szerepelt a 22 esztendős irányító. Ő egy nagyon tehetséges játékos volt mindig, sajnáltam, hogy elment Nyíregyházáról, már tavaly is szerettem volna, hogy itt játszon nálunk, de tavaly még úgy döntött, hogy nem nálunk folytatja. Úgy érzem, hogy az ő pályafutásában most érkezett el az idő, amikor mindenképpen meg kell mutatnia, hogy mit tud ő a kosárlabdából, és szerintem itt Nyíregyházán nagyon jó lehetőséget fog erre kapni. Szeretném, hogyha a fiatalok között egy kis vezéralakot is, vagy egy vezérszerepet is betöltene, hiszen egy irányítónak nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is össze kell fogni a csapatot. Természetesen nem ő lesz a csapatkapitány, de ilyen csapatkapitány kezdeményezést, vagy hasonló feladatokat azért neki is el kell látnia, és természetesen ő vele is hosszabb időre számítanánk. Fazekas Csaba jelenleg az augusztusi U16-os B-csoportos Európa-bajnokságra készül a válogatottal. A nyíregyházi csapat tagjai augusztus 3-án találkoznak majd a szezon első edzésén. Elképzelhető, hogy addig már a szerződtetni kívánt légiósok is csatlakoznak a kerethez.
A Csákvár csapatát fogadja augusztus 1-én az NB2 nyitó fordulójában a Kisvárda Masztergód. A várdaiak leigazolták a korábbi válogatott csatárt, Rajci Pétert, aki góllal mutatkozott be a Debrecenben 3-3-ra végződött felkészülési mérkőzésen. Sós Imre együttese szombaton a Kazincbarcika és a Szatmár Németi ellen lép pályára. Az MLS a másodosztályból kiesett Siófokot kérte fel az NB2-es indulásra, így kialakult a 2015-2016-os szezon mezőnye. A Balatonpartiak mellett a Dunaújváros, a Mezőkövesd, a Vác, a Budaörs, a Balmazújváros, a Sziget-Szent Miklós, a Zalaegerszeg, az Ajka, a Sopron, a Soroksár, a Szolnok, a Szeged, a Gyirmót és a Csákvár lesz a Kisvárda Masztergód ellenfele. A Sós Imre vezetőedző által irányított együttes tovább erősödött, a csapathoz igazolt ugyanis a korábbi válogatott támadó, a legutóbb Kaposváron szereplő Rajci Péter. A csatár góllal mutatkozott be a debreceni vegyes csapat elleni felkészülési mérkőzésen, amely 3-3-as döntetlennel végződött. Szombaton két meccsel is játszik a Várda, 11 órai kezdett el a Kazincbarcikát, 17 órától pedig a Szatmár Németit fogadják Fodorék a Várkerti pályán. Bár az NB2 sorsolása hivatalosan még nem készült el, az már biztos, hogy augusztus 1-én a nyitófordulóban a Csákvárt fogadja a Kisvárda Masztergód, sőt jelenállás szerint a következő 3 meccsét is hazai környezetben vívja majd meg az újonc. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Az ország más területeivel ellentétben Szabolcs-Szatmár Bereg megyében nagyon jó az idei búza minősége. A szakemberek szerint ez a kedvező időjárásnak köszönhető. A térségben a 28 ezer hektáros terület háromnegyed részét már learadták. A termés átlag 4,5 tonna, ami szintén jónak mondható. A megyei agrárkamara elnöke szerint az átlagon felüli minőség kedvező hatással lehet a gabona árakra. 3 év után folytatódik az öreg túr rehabilitációja. A fejlesztés második üteme közel 270 millió forint összköltségű, 85%-át a Norvég Alap támogatja, hangzott el a program nyitó rendezvényén Nagyarban. 2016 áprilisáig a túr felső szakaszának vízszint emelését és vízháztartásának javítását végzik el, valamint szabályzó zsilipeket építenek és újítanak fel. A bontási munkálatok befejezése után az építkezések is megkezdődtek. A közel 1,2 milliárd forintos pályázati összeget elnyert Kállai Kúria rekonstrukciós programban Kálóseményben. A májusban induló beruházás szeptemberben készülhet el. A felújítás során az 1920-as éveknek megfelelő állapotba állítják vissza a műemléki védettségű kúriát. A Kölcsei Televízió pénteki híradóját látták. Friss hírekkel hétfőn este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Tovább fokozódik a kánikula, egyre melegebb, szubtrópusi eredetű légtömeg áramlik a Kárpát-medencébe, ahol záporok, zivatarok enyhíthetik átmenetileg a forróságot. Késő estig zápor, zivatar helyenként még előfordulhat viharos széllökésekkel, egyébként derült, szélcsendes idő várható. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő lesz, délutáni gomoly felhő képződéssel, amiből zápor, zivatar csak egy-két helyen alakulhat ki a késő délutáni esti órákban. Ekkor a szél átmeneti legviharossá fokozódhat, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a forróság, az országban nem egy helyen 40 fok közeli hőmérséklettel, viszont késő délutántól egy gyenge hidegfront hatására előbb északon, estétől már délen is kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok szélerősödéssel. A front mögött csak pár fokot csökken a hőmérséklet, ezért a hőség a jövő héten is folytatódik, csupán az élénk szél és a szárazabb levegő miatt lesz átmenetileg elviselhetőbb. Szerdától viszont ismét melegedés várható, újabb, ezúttal markánsabb hidegfront érkezése leghamarabb a következő hétvégén valószínű.